Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és napok óta rá vagyok kattanva arra, hogy főzök egy jó kis pásztor tarhonyát. De még mielőtt nekifutnék, két gondolat. Az egyik, hogy ahogy a neve is mutatja, ez a pásztorok egyik hagyományos étele volt, amit bográcsban készítettek, tehát ez sokkal inkább a mindennapi étkezésről szól ez a fogás, sem mint a konyha művészetről, tehát a mindennapi betevőről szól magyarán. A másik, hogy amikor több napra elmentek otthonról, értelemszerűen nem vihették magukkal a fél konyhát, és nem vihettek olyat magukkal, ami megromlik. Következésképp volt náluk szalonna, hagyma, maguk által készített tarhonya, krumpli, és jobb esetben ugye a fűszerek, a sóbors, a piros paprika, slusz. Néhány esetben került csak bele, igazán kivételes esetekben került bele kolbász. Én ma természetesen kolbásszal fogom készíteni, de ez sem kötelező tartozék az eredeti receptnek. Mára pedig szinte teljesen keveredett a készítése a tarhonyás húséval, tehát látni mindenféle turbózott változatokat, amik természetesen nagyon finomak, de azért az eredetiben ezek nem voltak benne, tehát nem volt benne az eredetiben hús, mármint csak kolbász formájában volt benne, illetve nem voltak benne ilyen extrák, mint például paprika, paradicsom, mit tudom én, kömény és ilyenek. De akkor mutatom. Nézzük tehát az előkészítést. Ez egy ilyen 17 dekás darab füstölt szalonna, tehát azt mondanám, hogy 8 főre egy olyan 15-20 dekát számoljunk. Ezt most fél centis kockákra kell vágni. Nevezetesen először fél centis közökben bevágom így, utána fordítok rajta 90 fokot, így is bevágom fél centinként. Majd az egészet így fölállítom, és fél centi vastagságban levágom róla a szalonnát. Két közepes nagyságú vörös hagymát finomra vágok, esetünkben ez 25 deka. Egy kiló burgonyát megtisztítottam, és most 2,5 centis, 2-2,5 centis kockákra vágom. Tehát ennél nem lehetnek nagyobb darabok, mert akkor nem puhulnak meg tökéletesen. Még talán annyit a mennyiségről, hogy ugye ha, tehát mindig úgy számolok, hogy kétszer annyi a krumpli, mint amennyi a tarhonya. Tehát 50 dek a tarhonyával készül az étel, ezért 1 kiló most a burgonya, amit használom. Vásároltam 30 deka jóféle házi kolbászt, amit meghámoztam, és most fölkarikázok. Még egyszer, tehát ez az eredetiben nem hiszem, hogy szerepelt. Sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy mondjuk kétféle szalonnával készítették az ételt, de természetesen föllelhetők azok a receptek, ahol már ez kolbásszal van gazdagítva. Miután egy igazán gyors ételkészítésről van szó, érdemes mindent előkészíteni, hogy azután ne kelljen kapkodni, és kényelmesen tudjunk dolgozni. Nos, a szalonnát én bedobtam ide nekem bőrével együtt, bedobtam ide egy lábasba, itt a zsírját kiolvasztom. Természetesen, ha szabad tűzben főznék, akkor ez itt most bográcsba kerülne. A szalonna majdnem teljesen pörcösre sült, most mehet hozzá a tarhonya. És az a cél, hogy a tarhonyát világos barnára, aranybarnára kell pirítani, sőt, talán még egy picit jobban is annál. A lényeg, hogy nem kerül még bele se a kolbász, se a hagyma, ugyanis a tarhonyák pirítási ideje igencsak eltérő. És hogyha nagyon hosszasan kell pirítani a tarhonyát, akkor a kolbász ki tud száradni, illetve a hagyma meg tud égni. Tehát nemes egyszerűséggel jó félig megpirítom a tarhonyát, és akkor kerül majd hozzá a hagyma, illetve a kolbász, és így úgy pirítom együtt tovább. A tarhonya félig megpirult, most hozzáadom a hagymát, mehet hozzá a kolbász is, és együtt pirítom tovább néhány percig.
A tarhonya kétszerestől háromszorosig képes vizet fölvenni, folyadékot fölvenni. Én most kimértem 1,3 liter vizet, tehát kevesebb, mint háromszorosat, de azért jóval többet, mint kétszereset. Ezt fogom hozzáadni. Eredetileg az volt a tervem, hogy én azt a folyadékot fölforralom, úgy, mint ahogy otthon szokás főzni, vagy a nagy konyhákon, de most alkalmazkodva ahhoz, hogy kint, ha bográcsban készül az étel, ott se tudjuk külön fölforralni, így maradok én is annál, hogy egyszerűen csak elkezdem hozzáadogatni. A lényeg, hogy több részletben adom hozzá. Teszem mindezt azért, hogy egyszerre nehogy nagyon lehűtse az ételemet. Közben az étel tetején összegyűlő zsiradékba teszek egy ilyen kis kanálnyi piros paprikát, így ezt a zsiradék hamarosan beissza. Teszek hozzá egy kevés borsot, mondjuk egy ilyen jó, hát egy fél kis kanálnyit, így. És ahogy lehet látni, hamarabb fölfort, ugye azzal, hogy nem egyszerre hűtöttem le. Most hozzáadom a többi folyadékot, beleteszem a krumplit. Egy pupozott kis kanál sót szórok bele, a kolbász és a szalonna a többi sót azt pótolja, de még mielőtt lefedem, meg fogom kóstolni ezt a levet, nevezetesen azért, mert nem szeretném, hogyha sótlan lenne a végén az ételem. Tehát bármennyire is esetlenül néz ki, érdemes megkóstolni ezt a levet, hiszen a végeredményt befolyásolja abszolút. A füstölt remekül jön, a bors remekül jön, a paprikát érezni, a só is ott van, de talán egy minimális só, úgyhogy még egy ilyen egyharmad kis kanálnyit tettem bele, és innentől kezdve nyugodt lehetek, hogy az ételem tökéletes lesz. Most megvárom, amíg fölfor, azután a lehető legkisebb lángra állítom, és úgy főzöm puhára. Amikor a folyadék elfőtt róla, akkor elzárom alatta a tüzet, vagy csak félrehúzom, és fedő alatt hagyom kigőzölni. Akkor jó, hogyha nem lesz teljesen gurulós a tarhonya, ezért is főzöm több folyadékkal, tehát nem cél, hogy gurulós legyen. Kifejezetten szeretném, ha egy kicsit tocsogós, szaftos lenne. Én így szeretem a tarhonyás húst, és szerintem így finom igazán. Én nagyon remélem, hogy itt a készítésből lejön, hogy semmi extrát nem tettem bele, nem vittem bele. Vélelmezem, hogy valami nagyon hasonló volt eleink pásztor étele, mondjuk kolbász nélkül. Tehát ugye most följebb vettem a lángot alatta, hogy forjon föl mielőbb a rajta lévő folyadék, hiszen nem forró folyadékot tettem rá. Tehát ha bográcsban készítjük, akkor ott is tegyünk a tűzre, vagy engedjük lejjebb a bográcsot, tehát hogy hirtelen kapjon egy kis plusz hőt, de ahogy lehet látni, már forr is mindjárt nekünk ez a folyadék, úgyhogy egyetlen egyet keverek rajta. Az íze az teljesen rendben van, ugye megkóstoltam. Remek. Lefedem, és kis lángon. Érzésem szerint egy ilyen 25-30 perc még elkészül, ebből egy 10-15 percet tölt a tűzön, és az utolsó 10-15 percet az tűz nélkül, csak fedő alatt. Eltelt negyed óra, a lé elfőtt a tetejéről, lehet látni ott még fordogál ragyogóan, a tarhonya is szépen bedúszat. Most még az van hátra, hogy a maradék levet tulajdonképpen beígya, bedúszadjon még teljesen a tarhonya. Gyakorlatilag a tüzet elzártam alatta, ha a bográcsban készítem, akkor értelemszerűen leveszem a tűzről, és akkor most egy 10-15 perc pihentetés következik, az alatt készül el teljesen, tehát a krumpli is az alatt tökéletesen megpúl, és azután már tálalhatunk is. Eltelt 15 perc, íme tehát tökéletes lett a pásztor tarhonya, jöhet a tálalás. Elkészült tehát a pásztor tarhonya, aminél a díszítést sem vittem túlzásba, egyszerűen tettem mellé kovászos uborkát. Akinek szimpatikus volt ez a kicsit retro recept,
Kérem, nyomjon a videóra egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, minél előbb tegye meg, hiszen most már 440 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak!